Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai beszélgetésünkben elsősorban a növénytermesztéssel foglalkozunk, mégpedig hiszen jószerivel véget ért a gabonák, illetve a tavaszi vetések aratása is befejeződött, bár a kukorica még nem mindenhol, és erről fogunk beszélgetni vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, gyakorló mezőgazdászként, pedig a Mezőföld ZRT elnök vezérigazgatójaként. Szép jó estét mindenkinek! Szép jó estét! De előtte, és persze az időjárásról is kell, hogy beszéljünk, nyilván még az őszi vetések előtt, illetve a kelés idején mi minden történt. Előtte azonban beszéljünk a mostani időjárásról, hiszen bejött a nagy zuhé, ugye a hosszú nagy szárazság után. Én azt hiszem, hogy ilyet nem nagyon tapasztaltunk most már évtizede. Azt tudom, hiszen a mezőgazdász barátaimmal beszéltem, hogy a kukoricaaratást, illetve a készülő vetéseket ez megakadályozta, de nem is ezért kell. Segít ilyenkor egy ilyen nagy mennyiségű csapadék az elmaradtat pótolja? Részben pótolja. Nagyon jókor jött, jókor, hát kicsit késve, de épp ezért nagyon jókor jött ez a csapadék, hiszen a repcék azok rettentően hézagosak voltak a vetést követően, hiszen csapadék hiány volt. Ha csak azt nézzük, hogy ott a mezőségbe augusztus 18 és szeptember 26 között összesen 4 milli csapadék esett, akkor ebből ez teljesen világosan látszik. Tehát kellett, a vetések kiegyenlítődtek a repce vonatkozásába, és a talajelőkészítés pedig hát normálisabb csapadék viszonyok utáni nedvességtartalmú talajba talajjal történik, kevesebb lóerő szükség lett, nyilvánvaló, hogy nem marad rögös, és így az őszi vetéseket is hát jobb minőségű vetőágyba lehet betenni. Tehát amikor azt mondom, hogy pár nap eltolódás van amiatt, mert egyszerűen leesett nálunk 56 milli eső, legalábbis pont Sismándon, de hát nyilvánvalóan a környék azért változik, de 50 milli eső körül itt az elmúlt napokban, akkor ez nagyon-nagyon szükséges, főleg az altalajra, hiszen az altalajban óriási vízhiányok vannak, ha úgy tetszik, évek óta. Ez a felső rétegeket úgy, ahogy most víztelítettebbé teszi, kedvez a csirázásnak, kedvez a növények megerősödésének, de alapvetően Magyarországon a talajok vízbeli állapota és nedvességtartalma a kritikus szint alatt van az altalajok vonatkozásában. Ha már itt tartunk, akkor érdemes kitekintenünk Európára, hiszen Európára, illetve a világ más tájaira is, hiszen azt gondolom, hogy a növénytermesztés adja az élelmiszereink javát, zömét, és azért nagy problémák vannak, mindenütt voltak. És ez rányomja a bélyegét a tőzsdei árakra, a mennyiségre és a minőségre egyaránt. Hogy történt ez? Nézzük meg Európát. Európa vonatkozásában azt kell mondani, hogy Franciaországban igen nagy aszályos periódusok voltak, a kukorica termésük messze elmarad az előző évekéhez képest. Az ibériai, tehát a félszigeten gyakorlatilag 10 milli csapadék esett egész nyáron. Tehát rendkívül aszályos időszakot élt át Spanyolország és a spanyol mezőgazdaság. Ha megnézzük a Káspi-tenger és a Fekete-tenger közötti területeket, kimondottan aszályos vidékké vált, és Romániának is a déli része, köztük a napraforgó, nagyon megsínlette ezt az időszakot. Nyilván, hogy aszályosabb periódusok vannak Európa más részein is, Magyarországon is voltak, de mi még szerencsésebb állapotban vagyunk a növények állapota vonatkozásába, mint a környező országok. A környező országokban sokkal kritikusabb lett bizonyos növényeknek a helyzete, ezeket különféle légi felvételek alapján készített térképeken nyomon kísérhetjük, és ennek a következménye az is, hogy Európa szerte
emelkedtek az átvételi árak. Ez üdvözlendő bizonyos értelemben. Ez bizonyos értelemben üdvözlendő, hiszen a gazda, aki végzi nap mint nap a tevékenységét, az még jobban látja azt, hogy érdemes jó minőséget előállítani, érdemes odafigyelni, hiszen az aszályosabb periódusban annak van versenyelőnye, aki kellő szakmai tudással a növényeknek megfelelő időben biztosítja a tápanyagokat, növényvédelmet, hát mindazt, ami a magasabb szintű termést biztosítja és pótolja az esetlegesen kevesebb termés átlagot a magasabb ár. Ha már itt tartunk, volt egy háttérbeszélgetésünk még a műsorunk előtt, és érdeklődéssel hallgattam, amikor Oroszországról beszélt, az a szárnyaló orosz mezőgazdaság a buzatermesztés tükrében feltétlenül, amit nem is gondoltam volna. És akkor ez nyilván a teljes térségre vonatkozik, tehát itt gondolok Kazasztánra, Ukrajnára, Belorussziára, Fehér Oroszországra is. Hát ha ezeket az országokat összevetjük, akkor nagyon-nagyon magasan vannak a világban az első tízbe különféle módon, de Oroszország átvette a búza exportba a világ elsőséget. Én még emlékszem, amikor évekkel ezelőtt egyszer azt mondtam, hogy Lisztbe már elsők az oroszok, bár minőségben még nem tudják azt produkálni, búzába ma már tudják a minőséget produkálni, és bizony közel 37 millió tonna búzát, és nem gabonát, mert a kukorica nincs is benne, exportálnak. Annak idején még a 80-as évek, de inkább a 70-es években az rázta meg idézőjelbe a világpiacot, amikor a Szovjetunió vásárolt búzát. Mert ugye akkor a tömegbe vette, hogy az megmozdította az árakat. Most minden tőzsde és minden exportőr azt nézi, hogy Oroszország mikor ad el. Tehát hatással van a tőzsdei árakra. Abszolút hatással van, és különösen azért, mert a világba újabb tereket hódított, például Észak-Afrikát elég jó magához ölelte, Egyiptomon kívül, tehát azt a algériai piacot, amit eddig Franciaország uralt, hát bizony idéntől az oroszok nagyon komoly versenytársai, és akkor finoman fogalmaztam Algériába a franciáknak, tehát ezen kívül ugye Vietnámtól kezdve Tájföldig, a dél-kelet-ázsiai piacokba is teljesen előre nyúltak, és eladásokat végeznek, különféle tranzakciókat, ami alapján nem hitelbe adják a búzát természetesen, hanem megfelelő világpiaci áron, megfelelően szortírozva, és bizony azt kell mondani, hogy az állattenyésztés is nagy mértékben növekszik, tudom, hogy ennek a mai beszélgetésnek nem ez a apropója, de tavaly már önellátó lett sertés vonatkozásában Oroszország, idén pedig elindult az exportálás útján. No, jöjjünk haza. És akkor nézzük meg azt az időszakot, amikor a vetés ideje volt, akkor nem volt probléma, hiszen viszont a kelés idején már bejött az, amit jósoltak az időjósok is, és az agrárszakemberek, akik figyelik ezt, hogy a kevés csapadék alaposan megnehezítette a kelést, és ahogy sarjadt a vetés, egyre nagyobb problémák jöttek. Nem volt hótakaró, nem volt hideg, változékony volt az időjárás, szinte tavaszias, késő őszies végig. Milyen hatással volt ez az őszi vetésekre, a búzára, árpára, az abra, illetve a repcére? A szályok hatására, a szályos periódusok hatására, ami januárban is természetesen a búzánál ott volt, hiszen alig volt csapadék, csak január végén jött meg. Gyakorlatilag a bokrosodás bizonyos értelemben elmaradt, tehát az a bő bokrosodás, ami jellemző egy gabonára vagy egy búzára, és bizony a vegetatív részeknek a kiteljesítése a tavaszi aszály miatt pedig nem volt erőteljes. A magképződés során még reménykedhettünk a csapadékban, mondván, hogy legalább azok a patkába levő kalászok, amik hát megtermékenyültek, azok kiteljesedjenek.
hát május végén jött meg az erőteljesebb csapadékhullám, és még a 24. óra utáni egy percben, hogy így fogalmazzak, valamit hozott a búza átlagtermésén, ez azt jelenti, hogy 5,3 tonna per hektár lett országosan a búzának a termés átlaga, 899 ezer hektáron takarították be ezt a növényt, és a búza minősége pedig jó lett. Jó lett, hiszen ezek az aszályosabb periódusok, a csapadék általi kiteljesedés, ez egy jó malmi minőséget hozott, hát kivétel ott, ahol eleve takarmány búzát termelnek. Tehát nem volt olyan rossz év a termés mennyiség vonatkozásában, és a minőség vonatkozásában sem. Ha most megnézzük a tőzsdei árakat, akkor a tavalyihoz képest ugye emelkedtek. Ugye az átlagot, ha nézzük, akkor 55 körüli búzárak voltak, 56, de bizony Fejér megyében is abszolút hallottam 60 fölötti, 62-64-es malmi búza árakat, ki hogy tudta eladni, tehát a vevők megfizették ezt is. Ami továbbra is sajnálatos, hogy 5000 forint különbség nincs a takarmány búza és a malmi búza között. És bizony milyennek az oka egyébként? Ezt mindenki felvetette, akikkel eddig beszéltem erről. Ennek alapvető oka az, hogy a különféle feldolgozóipar, és különösen nyilvánvaló a pékségek, kenyér vonatkozásába, már nem igénylik azt a minőségű búzát, amit eddig igényeltek a kovászolt kenyér vonatkozásába. Ezt ugye a pékek úgy fogalmaznak, hogy kényelmi eszközök és kényelmi termékek, ezek a dalékanyagok nyilvánvalóan, amik biztosítják, hogy azt a bizonyos euróbúzát, amit tudjuk jól, hogy Magyarországon inkább takarmánybúzának neveztek és neveznek, mint euró étkezési búzának, hát abból lehet adalékanyagokkal kenyeret készíteni, ami hát elfogadható, ízvilágú. Na csak ugye ez átcsapott abba is, hogy emiatt utána a magas beltartalmi értékű, jó minőségű malmi búzákra kevésbé van szükség, hiszen egy kicsit nyűgösebb ebből megfelelő minőségű kenyeret csinálni kovászolva, és most hagyd ne soroljam a különféle technikákat, és ezért a kereslet is csökkent. Most az állattenyésztés, meg a export vonatkozásában is más országok állattenyésztése viszont igényli a jobb minőségű takarmánybúzát, aminek fehérje tartalma, különféle beltartalmi értékei megvan, és összemosódnak ezek. Összemosódnak, tehát majd, hogy nem azt mondom, hogy a jó minőségű takarmánybúzából simán lehet kenyeret készíteni, mert ugye adalékanyag kérdése bizonyos értelemben a kényelmi eszközöknek a bevezetése, tehát nem is fog sajnos nagyon csökkenni, és épp ezért most már a fajta nemesítés is azért azt szolgálja, hogy a említett martonvásári búzák is képesek az úgynevezett hibrid búzákat legyőzni mennyiségbe, és ha jó év van, akkor azért még van kereslet, félreértés ne essék, a jó minőségű malmi búza iránt, de az árkülönbözete nem nagy, és mivel most már a különféle fajtájú martoni búzák le tudják győzni gyakran hibrid búzákat mennyiségileg, akkor vissza fog térni azért az a gondolat szerintem, hogy újból mind többen fognak étkezési búzát előállítani, hiszen, hogyha probléma van, akkor takarmánybúzának eladják, ha nem, akkor viszont, ha nem is 5000-nél nagyobb különbséggel, de azért több áron lehet értékesíteni. No. Repce. Nem csak Fejér megyében, de szerte Magyarországon jó volt körülnézni a virágzás idején. Bármi, akik nem mélységében ismerjük a repce történetét, nem gondoltuk volna, hogy ilyen síralmas lesz a vége. Mi lett ennek az oka, hiszen nincs olyan gazda, aki ne panaszkodott volna, és azt mondta, hogy lehet, hogy többé soha. Tehát ennyire szörnyű volt ez az év valóban? Ennyire szörnyű volt ez az év. Az, hogy tavasszal a legcsodálatosabb és legszívmelengetőbb látvány, ugye a
tavaszi sárguló recetáblák, hiszen egy tél kies tájviszonyai után vagyunk. Ezzel maximálisan egyetértek, és idén is ez csodálatos volt, és még élünk addig minden évben, amíg tehetjük, megcsodáljuk. Viszont ugye a repce ugyancsak víz hiánya, az nagyon erőteljesen meglátszott. Meglátszott ez a szemeknek a nagyságán, meglátszott a becőknek a hosszúságán, a beteltségén, ugye a szár beteltségén becővel, és bizony országosan, ugye 318 ezer hektáron volt repce, amit betakarítottak, és hát 2,51 lett a országos átlag. Ez épp ott a határon mozog, hogy valamicske nyereséget még hoz, de majd, hogy nem nullán vannak a gazdák. Nullán vannak azért, mert ugye közben nagyon sok szerkivonás történt. Olyan hatóanyagok kivonása, ami a repcében nagyon fontos, ezért a repcét megvédeni, akár idén is, nagyon nehéz, hiszen a repcebol, ha már károsít, amikor már a csávázószer, ugye a kivonásra került bizonyos hatóanyag, amelyik tartósabb hatású, neonikotinról van szó, és bizony a jelenlegi szereknek a pótlásával a vegyszerterhelés én szerintem magasabb, ugye a talajoknak és a növényeknek, mint hogy a bizonyos szereket használhatnánk. Lásd azért Lengyelországba 250 ezer hektáron termesztenek repcét, és hát a csávázásra ezt a neonikotin hatóanyagot még engedélyezik. Na most ez ugye a verseny hátránt jelent nyilvánvalóan magyar termelők vonatkozásában, viszont azt azért mondani kell, hogy 290 ezer hektáron elvetésre került a repce, tehát olyan óriási repcetermesztési kedvbe való csökkenésről nem beszélhetünk. Igen, ez lényeges, ugye ez 20 ezer hektárral kevesebb repcét jelent, mint tavaly, egy kicsivel többet, de reméljük, hogy ha télen ez nem fagy ki, és jó időjárási viszonyok jönnek, hiszen most erősödhet a repce, akkor is a gazdák meg is tudják védeni a repcét a különféle kórokozók és kártevők vonatkozásába, akkor biztató év elé is nézhetünk, bár hát még most vetettük el, tehát világos. Ez csak bizodalom. Megérkeztünk a napraforgóhoz. A vetésterület itt is csökkent, nem tudom, hogy miért, ennek nyilván oka van, de hát a gazdák azért tudják, hogy mit vetnek és hogyan. Viszont nem volt gond a keléssel, bár azt mondom, hogy a csapadék hiány azért itt is bejött a kukoricával együtt. És most az aratásnál azt tapasztaltuk, hogy viszont jó lett a termés. Legalábbis a mezőföldön jó közepes. Akkor fogalmazunk inkább így, mert én egy helyen jártam, ahol ott jó volt. Igen, nyilvánvaló, hogy az elmúlt években, amikor Magyarország a termés mennyiség és a termés átlagok vonatkozásába világelső lett, akkor olyan nagyságrendű és mennyiségű napraforgó állt rendelkezésre, hogy ennek a jövedelmezősége csökkent, hiszen az átvételi árak hát nem voltak kedvezők, hogy finoman fogalmazzak. Bizony jó pár év volt, ami néhány termelőt eltántorított a napraforgó termesztéstől, és akár repcére tért, tehát akár másra, kukoricára, mert biztosabb átvevő lehetőségeket adott, hogyha megfelelő időjárási viszonyok voltak. Tehát igen, csökkent, de még így is 600 ezer hektár fölött van. Az átlagtermés az ugye nem döntött világcsúcsokat, hogy így fogalmazzak, 2,8 tonna körül mozgott, viszont az ár nagyon erőteljesen elmozdult. Tehát az előkötésekbe az a 105-108 forint körüli előkötési ár bizony 134 forintra is elkúszott. Figyelembe véve, ugye, ahogy említettem, Románia
legközelebb eső részeknek a nagyon aszályos arid viszonyait, igen, amiben még kevesebb napraforgó termet, tehát a konkurens országokba értelemszerűen ugye ez még nagyobb problémát okozott, ezért, mivel az ár magasabb lett, szerintem a napraforgó termesztési kedv egy kicsit vissza fog lendülni, már csak azért is, mert lehetséges, hogy a napraforgóba előbb jönnek ki azok a hatóanyagok, amivel a napraforgót jobban meg lehet védeni, mint a repcét, de ez már inkább teoretikus, mert még ugye a jövőt nem lehet ilyen szempontból bemérni. És marad nekünk a végére a kukorica, mert a néhány helyen már befejeződött, másutt nem. Én ilyen és olyan véleményeket is hallottam, a legtöbb az a jó közepest említi, de inkább jót. Ez mit jelent árban, minőségben és mennyiségben? Gyakorlatilag 8,2 tonna körüli országos átlagterméssel számolhatunk, vagy legalábbis ennyit látnak a falugazdászaink, ahogy hát felmérték a várható termés mennyiségét, ez természetesen még mozoghat le és föl, de hát a Fejér megyei gazdákat megkérdezzük, akkor bizony a 7-8 tonnától a 12 tonnáig minden előfordul. Ugyanazzal a termesztés és technológiai módszere szerint még a precíziós gazdálkodókat is figyelembe véve. Tehát a kukorica abszolút mutatja a víz hiányt, vagy a víz meglétét. Ahol abszolút értelemben víz hiány volt, ott tengődött, Fejér megye tudjuk jó, hogy hát nem a legrosszabb megyékhez tartozik kukorica termesztés szempontjából, és itt ugye ez a 7-8 tonna, ez nagyon arid viszonyokat jelez azon a területen, nagyon nagy vízhiányokat, ahol ugye 100 másra fölött, vagy 10 tonna fölött van, ott értelemszerűen már ott volt a csapadék, mert mélyebb fekvésű volt valamilyen módon, a teljesen hektikus elosztású nyári csapadékból épp ott volt egy lottyanás, és kapott a növény kellő időbe megfelelő vizet. Tehát a termés átlagok rendkívül szórnak, és nagyon jól mutatják azt, hogy hol volt víz, hol nem volt víz, és mennyire képes ezt a stresszt az adott fajta feldolgozni, vagy tolerálni. És ezt értelemszerűen a gazdák ezeket a tapasztalásokat, főleg ha megosztják egymással, fel tudják használni az ár tekintetében, pedig egyértelműen nagyon szép kukoricáraink vannak, 50 fölé kúszott a kukoricára, 53-54 forintokat is, vagy 1000 forintokat is lehet tonnánként gyakorlatilag hallani, aminek, ha már többször beszéltünk róla, annak is köszönhető, hogy számtalan nagy mennyiséget, több millió tonnát feldolgozó üzem van Magyarországon, amelyik a termés egy részét felszívja, és az állattenyésztésünk is, ha lassan, de azért mennyiségben emelkedik. Most hát én köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy erről még fogunk beszélgetni, hiszen a vetés még előttünk van, úgyhogy hogy lesz témánk bőségesen. Most köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy függetlenül attól, hogy mennyire szélsőséges volt az időjárás, viszonylag jó évet zártak a növénytermesztők mindenképpen, és ennek örülhetünk. Igaz. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra.